A református egyházközség ebben az esztendőben is igyekezett változatos alkalmakat hirdetni az adventi időszak alatt, hiszen fontos, hogy a gyülekezet tagjai lélekben is ráhangolódjanak az ünnepekre. Nincs ez másképp karácsony két napján sem, amikor is több istentiszteletet tartanak. A karácsony, mint minden nagy ünnep, azért egyedi a gyülekezetünk életében, hiszen a nagy ünnepekkor tapasztaljuk meg azt, hogy kicsi ez a templom, ahhoz, hogy mindenki beférjen, így nagy ünnepekkor, és ez karácsonykor is így van, délelőtt két istentiszteletet tartunk, 8 órakor is, 10 órakor is, és akkor a gyülekezet, ha így két részre oszlik, akkor befér már a templomba, aminek egy olyan 250 férőhelye van. A karácsony ünnepén Isten küldi el hozzánk szent fiát, Jézus Krisztust, azért, hogy megváltson bennünket. Így ez az ünnep a református hívőknek valóban áldást és békességet jelent, ilyenkor pedig arra kell és arra érdemes figyelni, hogy Isten milyen ajándékot adott azzal, hogy egyszülött fiát elküldte hozzánk. Úrvacsorás istentiszteletet tartunk, az úrvacsorára pedig úgy készülünk, hogy azt megelőző héten minden egyes hétköznap este bűnbánati istentiszteleten tartunk önvizsgálatot és állunk Isten elé. És a advent 4. vasárnapja most egyben a Szenteste ünnepe is lesz. Ez pedig azért különleges, mert ilyenkor családi istentisztelet van, amikor is a hittanos gyermekeknek a szolgálatával tartunk egy olyan istentiszteletet, amely a gyermeki korosztály számára is érthető, és hát őket is próbálja megszólítani. A karácsony valóban a szeretet ünnepe, így az otthonokban béke és nyugalom uralkodik. Ebben a meghitt időszakban, aki csak teheti, idejét töltse szerettei körében.